Hello srácok, ez a Gaming is Fun, CM Punk már a ringben van, itt a Fastlane main eventje, az Illinois Chicagóból jelentkezik a WWE a Fastlane-nel, és érkezik VMB, akire az emberek várnak, és arra, hogy kiderüljön, hogy ki a világ legjobbja, ugyanis ennek a meccsnek nem csak az a tétje, hogy kimegy a WrestleMania-ra, mint main event győztes, hanem az, hogy ki a világ legjobbja, a best of the best. Értitek ezt? És mint látjátok, VMB az elmúlt időben kicsit megnövesztette a haját és az arcszörzetét, mégpedig azért, mert addig a napig nem fogja levágni, amíg teljesen biztosan ki nem derül, hogy ki a világ legjobbja. Ugyanis ezen két ember közt már hetek, sőt lassan hónapok óta zajlik egy viszály, ami nem feltétlenül csak arról szól, hogy eldőljön ez a kérdés, de egy kicsit talán személyes is. Nincs benne öv, mert ez sokkal több, mint egy öv. Ez presztízs. És ahogy magát hívja VMB mostanság, ő a pankráció utolsó reménye, vagyis Wrestling's Last Hope. Köszönöm, hogy megnézitek ezt a videót, igazán nagyra értékelem, remélem tetszik, ha így van, nyomjatok egy lájkot, írjatok kommentet, osszátok meg, hogy jusson el még több emberhez, és ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel. Most pedig itt van a WrestleMania előtti utolsó PPV. Elindul az akció CM Punk, a visszatérő CM Punk és VMB között. CM Punknak óriási múltja van a pankrációban, de cserben hagyta a rajongóit, ugyanis pár évre elment a UFC-be, de ott sikertelen volt. És most VMB azt szeretné, hogy ugyanolyan sikertelen legyen itt is, a visszatérése után. Egy kis chain wrestlinget láthatunk. CM Punk majd kicsavarja VMB-nek a kezét tőből, de most fordul a kocka, és VMB van előnyben. Földre viszi Punkot. Egyébként pedig, mint elkezdtem a mondatot, ez a utolsó gála a WrestleMania előtt, ami azt jelenti, hogy aki itt nyer, az olyan sebességgel, olyan sebességre gyorsít fel, hogy akár a WrestleMania main eventjébe is érkezhet. Egyébként pedig Chicagóban van ez a kis rendezvény, úgyhogy mindenki a hometown hero-nak, CM Punk-nak szurkol, de ezt nagyon rosszul teszik, mert így nem annak szurkolnak, aki a győztes lesz az est végén. Egyéb iránt pedig VMB-nek a rucia is új lett, úgy ahogy, mint például Cena-nak a heti SmackDown-on új volt a rucia, de ez most teljesen irreleváns, hiszen egy sokkal fontosabb emberről beszélünk, mint John Cena. Fejbe rúgjuk Punkot egy enzugirivel, és visszamegyünk, hogy kiszámolják Punkot. Vagy gyere vissza, ha mersz, gyere vissza! Úgy is van, ó ne! Punk elkapott! Bum! Na mi van? Gyere ki! És egy gyönyörű German suplex on the outside, a solid steel matracon. Vagy mi ez, szivacs? Na mi van, people? Chicago városa. Ugye, vissza, úgy. Irish whip. Boom. És triangle kickhez készülődik. És megvan. Moonsault a második kötélről kifelé a ring külsejéhez. Állj fel!
Állj fel, Punk! Gyere, te mocslék! Szánalmas vagy, mint ezek az emberek itt. Mindegyik neked szurkolt féreg. Itt hagytad az egész WWE-t, és cserben hagytál mindenkit, aki valaha szeretett, úgyhogy most már AJ Lee sem szeret, senki sem szeret, anyát sem szeret. Én se, ezért kapsz egy kék halált. This is how it's done. Gyerünk vissza a ringbe, meg számolják ki a pícsába. Csak egy kicsit másféle utalan akartam, de ez teljesen mindegy. Ugye egyébként VMB úgy jutott el idáig Punkhoz, hogy legyőzte Finn Balort az NXT-ben, aztán Sami Zayn-t. Olyan neveket győzött le, mint AJ Styles, vagy éppen Chris Jericho. Közben CM Punknak az arca felszakadt. Pontosabban a homloka. Gyerünk, pin! Egy! Kettő! De kirúgott kettőnél. Hát ez így nem lesz jó. Kicsit megpihenünk, de azért jelezzük, hogy ki a király. A nézőknek itt vagyok! Mocskok! Gyere, Punk! Az ilyen szánalmas Punkoktól. Közben egy, nem tudom, hogy hívják mozdulat. Mindig azt hiszem ilyenkor, hogy Brazeman dropkicket fog csinálni, és annak tudom a nevét, de aztán rájövök, hogy sajnos nem. Most pedig egy bite, na, hogy is hívják, valami beatplex, vagy nem tudom, valahogy így. Okay. Irish Whip a sarokba. Úgy is van. Egy, kettő. Punch to the jaw. És most. Egy. Slingshot. Leg drop. Over the top rope. This is how it's done. És most. VMB leszedi a borítást a kommentátor asztalról. Az egyetlen dolog, ami megvédené a birkózót, hogy a Solid Steel műanyagba beüsse a fejét. De ezt most ő eltávolítja, ugyanis ő a leghardcore-abb ember in the history of WWE. CM Punknak közben már a szájáig folyt a vér, amikor kap egy brainbustert a The Nowhere Style. Most pedig VMB kidobja Punkot az apronra, és ad neki egy Sunset Flip Powerbombot. Gyere, állj fel! Állj fel! Gyere! Na ki a király? Ki a király? Azt mondjátok meg! Itt van a király! Drink it in, man! What the fuck? Elkapta! Elkapta és szétrugja a hátát! Mint egy rohadt ketrec harcos... Majdnem mondtam valamit. Szétkapja! Szétkapja az alkarját is! 5-nél jár a bíró, miközben CM Punk szana szétveri az outside-on. Ójaj! 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 Micsoda... micsoda mozdulat volt! Boom! Egyél vasat! 8-nél jár a bíró, vissza kéne menni. 9! Boom! Egy elbow! A hátába. Gyere, te bocsok. Gyere. Geri. Úgy is van. Állj fel. Állj fel, köcsög. És phenomenal forearm. Amit lehet, hogyha elneveznék valahogyan, akkor még eredeti is lenne, de majd gondolkozok rajta. Most pedig a felső kötérről egy Phoenix Splash. Gyerünk, meg lesz, érzem. Egy, kettő, és két és félnél kirúgott a korábbi világbajnok. Úgyhogy én úgy látom, hogy itt már csak valami külső eszköz segíthet. Most már csak az... Menj vissza, menj be! Ugye... Mi történt? Megsejtöttem. Új, CM Punk viszont... Visszatámad, és most Irish Whip, boom, egy térdes. Még nem tudom, hogy ezt Irish Whipnek hívják, ha nem engeded el, de kilabad a köteleknek, lehet nem.
A szék, majdnem a székre. Most pedig, ó, micsoda disrespect! Hát ennek éjjeleztek, emberek! Ez nektek egy példakép? Ez egy fattyú! Ó, a fejét egyenesen a ringszőnyegbe. És most Irish Whip a sarokba. CM Punk! Egy térdes, és aztán clothesline. Pinel. Egy. Egy és félnél kirúgott a korábbi NXT bajnok. De úgy is mondhatnám, hogy a legnagyszerűbb NXT bajnok, aki valaha élt. Térdesek. Továbbra is. CM Punk gondolkozik, hogy mit évő legyen. Hát igen, megkopott a tudása annyi kihagyott év után. És csak nem, csak nem. Go to sleep. Ó, micsoda sick bump volt ez. Jézus Mária. Egy. Kettő. És, mintha már le is ütötte volna a bíró a hármat, de VMB valahogy utolsó erejével kirúgott. És most Irish Whip a sarokba. VMB viszont visszaharcol, így is van. Roundhouse kick. Kick to the gut. És egy újabb slingshot leg drop. Hát guillotine leg dropnak is hívják. Tudja a halál. Viszont most. Most nem kell a szék. Enélkül is már rég szökik a málna. Hagyd a széket. Itt van nekünk ez az asztal. Ha megtennéd, drága Jerry the King Lawler, Michael Cole és JBL, hogy felálltok egy kicsit, mert ami most következik, az veszélyes lesz. Így is van. Ne. Jó, mindegy, semmi gáz. Semmi gáz, ess le. Úgy is van, és egy nagyon szép kiugrás kívülre. Felszedjük CM Punkot, bár nem úgy, ahogy ő szedte fel a csajokat még régebben, és ezért a CM az a Chick Magnet rövidítése sokak szerint. És most a közönség soraiban fognak vajon verekedni? Hát rohadtul nem, mert ez nem false count anywhere, úgyhogy visszajövök. Nem, de... Jó. Takarodj már, vissza akarok. A közönség soraiban 5-nél jár a bíró. Vissza kéne érni. CM Punk. Gyerünk már. 7-nél jár a bíró. Jézus Mária. De most visszajött CM Punk. És egy chop block. Hogy menjek el itt, légy szíves, de mi... Majd szarni, ha ez a játék, miért nem enged elmenni? Oké, okay, mármint... Fú, de rosszul hangzott ez, miért nem enged elmenni a játék? Oké. Okay. So, the question is, mikor fog ide jönni CM Punk, hogy szépen csapdába csaljam, és így megfogjam, és így szépen ide, if you will, felpakoljuk az asztalra, aztán meg jól nem megrakjuk, hanem... Van ez az elbow drop nevű dolog, amit én előszeretettel alkalmazok, és BOOM! Through the announce table, mekkorát repült a flakon, Jézus Mária! This is awesome, lehet srácok, gyerünk! This is awesome, így ahogy a közönség csenteli, pontosan így. Ebből biztos nem ér fog visszaérni, ennyi, itt van a világ legjobbja. Eldölt, hogy ki a világ legjobbja. A képernyő bal felső sarkában. Ő az. VM freaking B. 5-nél jár, kizárt dolog, hogy... És jár! Jézus megérintette, és jár! Mi az Isten? Jó, hát ha jár, akkor jár. Akkor még egy kicsit dolgozunk rajta. Csak nem! Solid steel ring postba bele! Aztán pedig megrugdossuk. Stumping away. Úgy is van. Boom. Boom. Egyél fast. Így is van. Így is van. Most pedig charge finisher. Itt a vége. Itt a vége. Így zárjuk le. Codebreaker. Sick bump. Így is van. Gyönyörű codebreaker volt. Most pedig vajon vége lesz? Egy,
kettő. És az utolsó pillanatban felkapta a bal vállát Punk, alig mozdult meg, szinte nem is látszik, de kirúgott. Hát, jó, hát ha ez nem működik, semmi baj, van még egy-két dolog a tarsolyomban. Hogy kell engedni, így. És CM Punk nem engedi, hogy beadja VMB a finisherjét. Most viszont mi fog történni? A saját mozdulatát adja be CM Punknak VMB. Phoenix Smash a középső kötérről. És aztán felmegy és megmutatja, hogy ki a király. 5 csillagos meccs. Ennyi legalább, a játék tudja, hogy ki a legjobb. Ha már ez a sok stupid idiot 20 000 néző nem. És most az utolsó remény. Boom! Kész. Ennek itt vége, a vérző fejébe beletapos, amikor lerántja a mélybe. És most Watch VMB, Watch VMB. 1, 2. És megint nem. Hát de mi? A közönség talpon már ünnepelne engem. És nem? Hát akkor comeback, gyerünk. Igaz, hogy nem nekem kéne comebackelni, de szerencsére ezt a játék nem tudja. Comeback move. Hol lehet nyomni comeback move-ot? Gyere, gyere, gyere. Szedd alá. Comeback move. Jaj, nem, nem, ez... Nem vagy beállít. CM Punk! Micsoda kivédés. Alig áll a lábán, be van baszva, nem kellett volna úgy tegnap este azt az utolsót meginni, de hát nem ismer határokat. Már rég nem straight edge, már nem veti meg a pálinkát, meg a füves cigit, meg a herbált, vagy más néven legális drogot. Brainbuster, úgy, ahogy kell. És most VMB. Megint pinel. 1, 2. Még 2 előtt kirúg Punk. Benne van még a meccsben. Boom! Get fucked in the ass. Aztán szénné van vérezve már Punk. És most VMB pinel. Dirty pin, de a bíró nem látja. 2. Ugyan lehet, hogy páron egy kicsit oda lesznek, hiszen a VMB lába a kötelek alatt lett volna, és az nem teljesen szabályos. Én nem mondok semmit, ugyan nem akarok magam ellen beszélni, vagy hát a karakterem ellen, de hát ezt lehet, hogy már csak egy következő részben fogjuk megtudni. Közben a kamerám nem tudom miért nem feljebb, de ez ilyenkor megesik. És hát, srácok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt, igazán nagyra értékelem, remélem tetszett, ha így van, nyomjatok egy lájkot, írjatok kommentet, osszátok meg, hogy jusson el még több emberhez, a legközelebbi részig pedig Gaming is Fun, és sziasztok!